Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Október 10-én, tehát most szombaton lesz Prohászka Ottokár születésének 162. évfordulója, kit joggal neveztek Magyarország apostolának és tanítójának, vagy olyan fogalmakkal is illettek, olyan megnevezéssel is illettek, hogy a napba öltözött forradalmár. Prohászka Ottokárt elsősorban, mint székesfehérvári püspököt őrzi az utókor, pedig itt Esztergomban több mint 2 évtizeden keresztül munkálkodott, többek között itt kezdte meg lelkipásztori tevékenységét, vagy társszerkesztője volt a legendás Magyar Sion című lapnak, amelynek hasábjain dolgozott a szerb magyar jövőért. Prohászka rendkívül sokrétű személyiség volt. Volt egyrészt püspök, filozófus, teológus, sőt még politikus is. De bármilyen minőségében is tevékenykedett, zsinórmértékű szolgált számára az, hogy tértől és időtől független igazságokat igyekezett megragadni, és ezeket a magyar érdek mentén összefűzni. Nem véletlenül nevezte világnézetét egykor úgy, hogy az Isten gondolata magyar kiadásban. Mindszenty Józsefnek Esztergom városában van díszpolgári címe, és ez nagyon helyes, ez jól van így. Viszont a Mi Hazánk esztergomi alapszervezete szerint ez épp úgy járna Prohászka Ottokárnak is, és hogyha a Mi Hazánk Mozgalom a következő önkormányzati választásokon bejut a helyi képviselőtestületbe, ott kezdeményezni fogjuk, de már így előzetesen is ajánljuk a városvezetésnek, hogy posztomusz ezt a gesztust tegye meg Prohászka Ottokár felé, és egyébként el kell mondani, hogy Székesfehérváron jelenleg is van díszpolgári címe Prohászkának. Annak a Prohászkának, aki időtálló. Azért időtálló, mert az ember legbensőjét ragadja meg. Az ember ösztönösen vágyódik az abszolútum felé, erre a vágyódásra Prohászka a kereszténységet adta, mint választ. De ugyanúgy megvan ez az igény az emberben, hogy egy közösség része, erre azt a választ adta Prohászka, amit láthattunk életművéből, a nemzeti elkötelezettséget, de épp úgy van az emberben egy szociális igazságérzet is, és erre is megfelelő választ adott Prohászka Ottokár szociális érzékenységével és tanításaival. Ezek a tanítások messze az aktuál politika síkja felett vannak, és éppen ezért van az embernek az az érzése, ha Prohászkát olvas, hogy mintha a mának szólna. Ez pontosan így is van, a mának is szól, és ezért engedjék meg, hogy reflektáljak egy jelenkori problémára, ami ugyebár tematizálta a közbeszédet az elmúlt időszakban. Vajon Prohászka Ottokár, ha ma élne, mit szólna ahhoz, hogy Meseország mindenkié címmel a legártatlanabbakat, a gyermekek lelkét támadják és azt próbálják megmérgezni? Vagy a legfrissebb információk szerint az óbudai óvodákban szeretnének LMBTQ érzékenyítést folytatni a baloldali polgármester és alpolgármester. Vajon azt mondaná erre Prohászka, hogy a békesség jegyében tűrjük ezt? Ne szóljunk semmit? Én biztos vagyok benne, hogy nem ezt tenné, hanem azt tenné, amit akár Jézus, ő pedig képletesen, mármint Prohászka képletesen korbácsot ragadna, és elűzné jó messzire a gyermek megrontókat. Október 10-én, tehát ehét szombaton a közelben található Prohászka domborműnél a Mi Hazánk esztergomi alapszervezete és a Mi Hazánk ifjai megemlékezést tart Prohászka Ottokárról, amelyre ezúton is szeretettel hívunk mindenkit. Köszönöm a figyelmet! Egy igazi keresztény a politikát, a pártokat felhasználja a kereszténység érdekében. Manapság azonban, akik kereszténynek vallják magukat a parlamentben, pont az ellenkezőjét teszik. A kereszténységet használják fel a politika érdekében. Prohászka Ottokár a 20. század elején kivette részét az igazi, a valós magyar keresztény politikából, ahogy kivette az 5. kerületben részét az egyetemi templomon belül a fiatalságnak való útmutatásból is. Éppen ezért Esztergom után az 5. kerületben is kezdeményezni fogjuk díszpolgári címét, és érdemes megemlíteni azt is, hogy a 40-es években boldoggá avatását is kezdeményezték. Nem meglepő mindez, hiszen védelmébe vette a keresztény alapokon nyugvó magyar kultúrát, és ezért szembe ment a liberalizmussal. Ez nem bűn. Ez nem bűn, hanem fennmaradásunkért folytatott kötelességbeli örök küzdelem. És hogy őt idézzem, sohasem gyűlöletből, mindig is szeretetből tevékenykedett. És ezt hirdetjük mi is. Hazánk és Istenünk szeretetéből, az ő irántuk érzett szeretetből tevékenykedünk. Most pedig a nemzetgyűlésben való felszólalását idézném. Tisztelt nemzetgyűlés! Mit akarunk mi? Mi akarjuk védeni a magyart. Mi akarjuk védeni a magyar keresztény középosztályt. Mi akarjuk védeni a magyar kultúrát, a magyar faji géniuszt, semmi egyebet nem akarunk. És ha ez a védekezés a liberalizmus ellen van, akkor szakítok ezzel a liberalizmussal. Mert hiszen mi nem a liberalizmus miatt élünk. És a 100. évfordulója, püspökké avatásának a 100. évfordulója alkalmából boldoggá avatása érdekében egy imát is megfogalmaztak Prohászka Ottokár tiszteletére. Nem mindennapi sajtótájékoztató ez, de én most mégis ezt az imádságot szeretném felolvasni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádság Prohászka Ottokár püspök boldoggá avatásáért. Jóságos mennyei Atyánk, te hűséges szolgádat, Ottokár püspököt irántad lángoló szeretettel ajándékoztad meg. Ez a szerető lelkület indította és segítette őt arra, hogy bölcsen hirdesse igéd örök igazságait, és legyen Magyarország apostola és tanítója. Lángoló lelkületének forrása fiad szentséges teste, az örök élet kenyere volt, akit szívébe fogadott és naponta odaadóan imádott. Az oltári szentség erősítette meg őt, hogy egyházát és hazáját hűségesen szeresse. Kegyelmed erejéből első tudott lenni mások szolgálatában, előre tudott nézni és utat tudott mutatni az eszmék világában. Alázatos tudott maradni megpróbáltatásai közepette. Kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy mielőbb oltárainkon tisztelhessük őt, és így váljék valóra benne, és mi bennünk is, a szeretet végső győzelme. Ámen.